Kedves vendégeink, sok szeretettel köszöntöm Önöket az Orientalisták az OSK-ban című sorozatunknak a mai előadásán, és eh, engedje még meg, meg, hogy bemutassam eh, Éva tanárnőt, a Magyar iranisztikai Tanszék vezetőjét, az Eltén Emeritus professzort, aki a mai napon ahogy látják is, egy Háfiz kéziratról beszél, amelyik a Pannonhalmi főapátságban, a könyvtárában volt található. Kérem, hallgassák meg az előadást. Tisztelettel üdvözlöm a megjelenteket. Kaptáció Benevolencié szeretnék visszaemlékezni arra, amikor a Széchenyi könyvtárban dolgoztam, mégpedig a nagyhatalma és nagy tekintélyű Jóború Magda igazgatósága idején, ahol is nagyon jó kapcsolatom volt vele, ezt nem mindenki mondhatta el, de amikor kineveztek, a, először a kézirattárban dolgoztam, majd a régi ritka nyomtatványtárban előírta a főigazgató azt, hogy végezzem el a, a szakot. Én levonultam hozzá 24 évesen, és megmondtam, hogy én a latin szakos diplomával egy hét alatt megtanultam címleírni, de ha könyvtáros vagyok, akkor nem tudom az attikva gyűjteményt katalogizálni. Erre azt mondta, hogy határozottan tudom előadni a véleményemet, ezért fölment a diploma megszerzése arról. Ez volt 68-69-ben, tehát ez az emlékem, nem csak ez, de ez a jó emlékem az akkori működésemről. A kézirattárban is dolgoztam, az újkori latin kézirat és mind a két helyen sokat profitáltam az itt létemből. Különösen a régi és ritka nyomtatványtárban, az antikva gyűjteményből, pályám első tíz évében az ott lévő néhány régi nyomtatványt fölhaszválva kezdtem el foglalkozni az úgynevezett orientális grammatikai hagyományal, és itt nagyon jó forrásokat őrzött a Széchenyi, illetve őriz mind a mai napig. De vissza rátérve a mai téma előadásra, a mai témámra, egy Háfisz kézirat a panonharmi Bencéseknél első látásra is meglepő. Hogy kerülhetett ez oda? Erre próbálok választ adni, nem csak erre, de ugyanakkor be akarom mutatni ezt a kéziratot is, mint egy kézirattal valaha foglalkozó, vagy jelenleg foglalkozó e, iranista. E, bemutatom először. Két kézirat van a Padonhalmi könyvtárban. Egy díszes, egy nagyon szép iniciáléval rendelkező szádi kézirat. És a... A másik, ez a belső címlapja, ezt nem véletlenül mutatom. Itt van alul egy bejegyzés, hogy ez a busztán, ugye mind a kettő benne van. Egyébként a busztán eh, Lingua perzika hortum notat alatta, eh, itt franc fr kazinci, azaz Kazinci Ferenc bejegyzése, Sacro in Monte Pannonie, április 12. 1831. Tehát Kazinci saját kezű bejegyzése van a busztán kéziratnak az előzék lapján. Természetesen nagyon jó lett volna, én is erre gondoltam, hogy Kazinci hozta a két kéziratot a könyvtárba. A két kézirat szorosan összefügg, mindjárt meg is mutatom, de majd fogják látni az előadásból, hogy nem erről van szó, ha kitartanak a végéig. A másik a Hafiznak csak ezt a két belső előzéklapját mutatom, és ezt megjegyzésre ajánlom. Itt látnak egy dőri beírást, piros, viszonylag modernebb kézzel, és fölötte tussal kivakarva egy, kez, egy nevet. Ez a név nagyon lényeges lesz majd az előadásomban. Tehát erre majd még visszatérek. Szabó Flór is készítette el a főapátsági könyvtár kézirat katalógusában a leírását, egy rövid leírást, a Széchenyinek egy házi kiadványa ez. Tehát mind a kettő szerepel benne már az 1981-es kiadásban. A következőkben röviden felsorolom, hogy miről szeretnék beszélni. Röviden a perzsa kéziratosság problémáiról. Ez meglehetősen eltér a keleti perzsa nyelvű területeken attól, amit ebben a korban már nyugaton tapasztalunk. Tehát ez lesz röviden az első pont. A másik pont maga a háfiz filológia kérdései. Erre nagy súlyt helyeztem, erre az előadásra készülve, mert itt komoly mondani valóm van arról, hogy a Háfiz kéziratok, Háfiz a legismertebb perzsa költő. Tehát, ha valaki valamit ismer a perzsa irodalomból, az az ő neve akár Magyarországon, a világirodalomban, nem beszélve az otthoniakról. Ezeknek a kéziratoknak a kiadásáról, a kritikai szöveg kérdéséről szeretnék beszélni, majd rátérek a Pannonhalmi könyvtárnak a kéziratára, ennek a jellemzőire, a marginális bejegyzésekre, és ez elveszett az egyik legfontosabb kérdéshez a Bécsi Orientális Akadémiai történetéhez a 18. 19. században a possesszor bejegyzések ugyanis egyértelműen mutatják, hogy a kézirat hozzájuk kötődik természetesen a használatát illetően. A perzsa kéziratosságról ezt nem hiszem, hogy el fogják tudni olvasni, tehát két-három mondatba összefoglalom. A nyomtatott könyv későn jelenik meg Iráni területen, a 19. század első évtizedeiben, akkor is egy sajátos nyomdatechnikával, ezt hívjuk ma litográfiának, vagy könyomatosnak, egészen a 20. század elején könyomatos. Munkák jelennek meg, például háfiznak van, van kiadása még a 20. század elején is. Ennek több oka volt, hogy miért könnyomatos technikával dolgoztak, ugye nagy számban álltak rendelkezésre kéziratmásolók. A könnyomatos technikát, ugye ez egy nagyon sajátos technika, kézirattal foglalkozó kéziratmásolók tudták előállítani, és ennek nagy piaca volt, nem. nem Annyira iránban, hanem például Indiába elsősorban. Bemutatok röviden, egy ilyen kéziratot. Ugye ezzel tíz éve foglalkozom, és látják, hogy a kéz, ez a litográfia nagyon hasonlít a kéziratokhoz. A nagy például a British Library-ben, a kéziratok között vannak katalogizálva. Lehet látni, hogy a marginális jegyzetek, a szöveg változatát kitörli, a nyomdász vagy aki előállítja ezt, kitörli, beleír egy új változatot, stb. Csak zárójelben jegyzem meg azoknak, akiket ez érdekel, hogy a mai, főként amerikai, irániak által publikált eh, tanulmányokban büszkén emlegetik eh, ezt a kort, a 19. századot, amikor az irániak, a perzsák elsősorban öntudatra ébredve elkezdenek a saját kultúrájukkal foglalkozni. És idézik ezt a irevani féle perzsaszabályok, ugye, arab címe van, kevadéja, farsije, idézik ezt a munkát. Ennek a munkának egy példánya van, volt Ira a saját könyvtárába, egyet találtam még egy amerikai könyvtárba. Na most kérdés az, hogy mennyire tekinthető ugye a, a nemzeti tudomány részének egy olyan munka, amelyiknek ma csak két példányát ismerjük, azaz nem került az olvasók kezébe. Tehát csak zárójelbe jegyeztem meg. A perzsa kéziratokkal való foglalkozásnál meg kell említenem, hogy milyen források állnak a rendelkezésünkre. Itt csak irítséggel tudunk gondolni az arab kéziratokra, hiszen a Brockelman féle földolgozás, majd a Fuad Szezgin féle folytatás rendkívül precízen, német precizitással dolgozta föl az arab kéziratokat, és valami hasonlót gondolt ez a sztori is, de ez egy nagyon megbízhatatlan, bár természetesen használjuk, de hát minden adatát ellenőrizni kell. Egy újabb ö, ö, kiadása vagy vállalkozás is elindult François de Blois Londonban a British Akadémia segítségével elkezdte újból földolgozni a kéziratokat, de inkább egy perzsa irodalom írásnak egy sajátos változatát mutatta be a kéziratok ismertetése helyett. Nagyon sok minden van benne, de még nem jutott el háfizik. Utána látnak egy érdekes rövidítést, vanha. Ez egy perzsa címnek a rövidítése. Ezt Örömmel fogom kritikusan bemutatni ezt a kiadványt. Ez egy 40 kötetes, Iránba, jobban mondva, Meshedbe kiadott katalógus sorozat az iráni kéziratokról. Ugye ott van az angol címe is, az, ők adták az angol címet, ez a fekreszteg eganozseh eheti Iran. Ugye már az is érdekes, hogy a címe az, hogy Irán kézira, kéziratainak a katalógusa, tartalomjegyzéke. Valójában mi ez a 40 kötet? Irdatlan mennyiségű adat van benne. Földolgozták azokat a katalógusokat, amelyek iráni könyvtárakban az ott őrzött perzsa kéziratokról készültek. Ezek a katalógusok azonban nem csak a saját állományukban lévő kéziratokat lajstromozták, hanem azokat is, amelyeket innen-onnan mikrofilme megrendeltek. Tehát a mi elképzelésünk szerint ez egy igencsak erős kritikával kezelendő 40 kötetes nagy opusz, most fog felkerülni a, az internetre, várom azt, hogy a Brill kiadó is rácsap és ki fogja adni. Rendkívül sok hiba van benne, majd mind fogják látni. A Hafiz filológiáról szeretnék néhány szót mondani. Ugye a 14. századnak a nagy költője ő, megadtam itt az évszámait, egyik se biztos, se a születése, se a halálozás évszáma. Ugye azért érdekes, mert tényleg ő a leghíresebb, de a különböző források eltérően beszélnek a halálának az évszámáról. A továbbiakban, amit föltettem, nem tudom tudják-e olvasni -e, a textológiának a kérdéseiről, ír Julie Meissami, az általunk sokat használt enciklopédia iránikába. Ő azt mondja, hogy mindegy, egy ezer kéziratról van tudomásunk neki, de ennél a szám az kétszer-háromszor nagyobb, rengeteg van magántulajdonban. Ezek csak ö, ö, számok, de semmiféle konkrét adat vagy kiadás nem áll mögötte. A Háfiz korpuszról majd fogok beszélni, ugye ez mintegy 500 gazál, tehát egy terjedelmes költői korpusz, néhány egyéb vers is, Kassida, Rubáj és egy mesznevé is van benne. Itt rögtön el kell mondanom, nagyon röviden, hogy nem, é, nem készült Diván Háfiz életébe, azaz ő nem állított össze verseiből egy gyűjteményt, ezt szoktuk Divánnak nevezni. Halála után, nem sokkal, egy Golendam fél, eh, nevű... Valószínűleg vele kapcsolatban is álló Perzsa készítette ezt el. Ugyanakkor ennek a Háfiz recepciónak tulajdonítjuk a rengeteg egyéb bizonytalan forrásból bekerült Háfiz verset is. Ezért az eredeti szöveg, ezt most nagyon elnagyolva mondom, eredeti szöveg rekonstrukciója nagyon nehéz, a gazalók tényleges száma sem állapítható meg. Ugye itt néhány iráni szövegkiadásra fogok utalni, ez a Kazvin Irani, látják kíván emelve vastaggal a megjelenés évszáma, bár az már a hetedik kiadás, ugye a ezt szokták a legjobbnak nevezni. Hát egy nyugati szakember, hogy azt nem mondjam, tudós, nem elégszik meg olyan kiadással, amiben egyetlen egy kritikai megjegyzés sincs. Tehát csak maga a szöveg található benne. Úgy tűnik, hogy a szöveg a szépen összeállított különböző jó forrásokból, de nem tudjuk meg belőle magának a szövegnek az állapotát. Az utána lévő, azt én ennél sokkal jobbnak tartom, Hanleri, Parviznater Hanleri, ő egy nagy alakja volt az iráni tudományosságnak. Csak az ő neve van ezen a kétkötetes, hatalmas opuszon. Ő már sok kritikai megjegyzést fűz, nem is kritikai, összehasonlít bizonyos kéziratokat, négy szempont szerint, hány, pár vers van benne, azok milyen sorrendben vannak, milyen változatok vannak, szóbeli változatok, és esetleg máshol is megtalálhatók-e. Tehát semmi egyéb nincs benne a kéziratok, vagy a szöveg állapotáról. Utána megjelöltem ezt az imanit, ezt nem hiszem, hogy az én kollégáim is ismerik, ez az a bizonyos Mirasza Megtub vezetőség által kiadott állítólag legrégebbi perzsa kézirat, ugye bele ide föltettem az eredeti címét és az angol fordítását, csak annyit jegyzek meg, hogy az első és a hátsó lapot, ha összehasonlítjuk, csak az angol fordításban legalább négy-öt hiba van adathibák. Azon túl, ha ez a legrégebbi érdekelne minket, hogy hogy néz ki a szöveg, ugye ez, mag, ez másfél oldalon röviden el van intézve, hát ennél, amikor én ezt a Háfiz kéziratot földolgoztam, többszörösét tudtam összegyűjteni. Az utolsó, az szintén egy fontos szerző. Irániak nem szeretik, el lehet képzelni, aki kicsit a térségben járatos, hogy miért. Ő egy Mohamed Szúdi, boszniai török, Ugye Boszniában voltak a nagy kommentátor szerzők. Szudi volt a legjobb közülük. Én rendkívül nagyra tartom. Négy nagy kötetbe kiadta és kommentálta, fordította. A kommentálás természetesen keleti típusú, de közötte nagyon sok grammatikai megjegyzés van, a kéziratra utaló megjegyzés, és egyéb kiadásokra való megjegyzés. Hát ugye látják, ez a Szudi 1600-ba halt meg. Ha jól, ezt most fejből mondom. Ugye, tehát ő is a 16. századnak a szerzője. Mindez azért fontos, mert fogják majd látni, hogy ezek lesznek az én összehasonlító adataim. Itt egy nem fognak ebből sokat látni. Egy részletet föltettem abból, hogy föl összeállítottam a legrégebbi kéziratokat. És abból csak az első oldalt mutatom be, de talán annyit lehet látni, hogy, hogy nem lehet azt se látni, akkor én mondom, hogy a legrégebbi kéziratokban a versek száma változik. Az elsőben 434, a másikban 126, 36, 455, 357, 47. Ez a nagyon nagy különbség műfajik különbséget is takar, tehát én nem szoktam azokat számba venni, amelyek gyűjteményes, Majmuéba jelennek, vagy dzsongba jelennek meg, mert azok csak mutatványokat mutat, mutatnak be, háfiznak a verseiből. A lényeges, ugye a legelső, ez az a bizonyos, az előbb emlegetett Emanniféle kiadás, a legrégebbi, ugye. 801-ből, tehát ezek mind 9. Hidzsra szerinti 9. századi, az, az a, a 1399, tehát nem sokkal háfiz halála után. A Hidzsra szerinti 9. századi kéziratok azok, amelyekre érdemes a figyelmünket irányítani. A fanha alapjai, a fanha az az előbb emlegetett 40 kötetes nagy opusz. Az első három tételt, erre csak bemutatom, a köprülő, ez egy jól ismert kézirat e, Törökországban, 754-re teszi. Nem tűnik föl a szerzőnek, a katalógus szerzőjének, hogy 754-ben Háfiz kisiskolás lehetett valahol, egyszerűen elírta a számot, a második tételt 792-re teszi. Természetesen ezek azonnal fölkeltik az ember érdeklődését, hogy van 8. századi, Hidzsra szerinti 8. század. De ez csak annyit van odaírva, hogy a Ketaphaneje Pachlevi, ugye volt sirázi egyetemről került át, nyoma sincs, nem tudjuk mi ez. Tehát ez sem használható adat. De a harmadik is érdekes, 795 láthatóan elírta az első számot, 895. Tehát ez a 40 kötetes nagy opusznak az első három tétele. Összesen 500 valahány tétel van, és a döbbenetes az, hogy a legtöbbnél nincs odaírva a kéziratnak a kora, csak az van odaírva, amit a katalógusból, ami a forrás volt, találtak. Ez tovább nem folytatom. Na most a Háfiz filológiáról már beszéltem, ugye a, úgyhogy ezt most átugrom, és rátérek az, hogy 400-600 között változik, 400 és 500 között van valóban, ami kvázi autentikusnak fogadható el, de majd rátérek arra, hogy a, a panonharmi kézirat milyen egyéb tanulságokkal is fog ebben a kérdésben nekünk segíteni. Hozzáteszem, ez egy nagyon szegényes kézirat a szádihoz képest. Papírból van, tele van, zsírpecséttel vízpecséttel, mindenfélével, de ezt fogom kimutatni, hogy ezt láthatóan használták. Nem csak keleten, hanem később Bécsben az Orientális Akadémia hallgatói tanárai, és ez került valamilyen módon aztán panonhalmára. Itt pont azt nem fogják tudni elolvasni, ami itt van fönt, ugye itt van egy ilyen lézé, itt, ebben az üresen hagyott rubrikában beírta a, valószínűleg az a diplomata tanítvány, ugye tudjuk pontosan, hogy kiről van szó, ez a Kál Ludolf, egy Ludolf családnak az egyik tagja, ezek nagyon jól megtalálhatók a Deutsche biográfiban. tehát ez egy nagyon nagy család, már az apja is diplomata volt, ő meg kifejezetten diplomata és orientalista volt, például elkezdte a sáknámét is lefordítani. Tehát ő Isztambulba a bejegyzés szerint vásárolta, szerezte ezt a kéziratot, mégpedig ugye itt én is nehezen tudom olvasni, 1781-ben Konstantinápolli, ugye latinul írja aztán, tehát ez egy német gótbetűs beírás, ő szerezte ezt a kéziratot minden bizonyal mikor Konstantinápolyba tartózkodott. Az életéről ezek az adatok megtalálhatóak. Ezen is rögtön láthatják, sajnos kevéssé, itten Tormakatának lenne ez érdekes. Itt van Revicki neve, itt oldalt. Végig beírja a lapszére a marginális jegyzetekhez, hogy melyik vers található meg Revickinél. Tehát itt van még egy adat a kézirathoz, ez az utolsó pagina. Paginát mondok, ugye, mert valaki méghozzá keleti kéz, ceruzával beírta a lapszámokat is. És itt van a végén egy támát, ugye? Itt legalul ez, és ott van az évszám. Tehát ez nagyon értékesé teszi ezt a kéziratot. A szádi kéziratnak nincs évszáma. Tehát 907 hízra Kemeri szerint, azaz 1501-1502. Az előbbiekben, ha valamennyire emlékeznek a számadatokra, kiderül, hogy ez egy nagyon korai kéziratnak számít. Amikor fáradtságos munkával összeállítottam a régi kéziratoknak a sorát, ez ebben a harmincadik volt. Hozzáteszem, hogy nem mindegyik kézirathoz jutottam hozzá, de akkor is egy 1501-es kézirat az ö, értékesnek számít a háfiz filológiában. A másik oldalon, ezt a másik kollégámnak ajánlom, ott van egy keleti pecsét, itt lent, Ludolf Bende. Ugye Ludolf, ez a Karl von Ludolf, ugye, császári diplomata, pecsétje, amit nyilván ő készítette Isztambulba. A következő táblázat szintén csak egy mutatvány. Minden egyes kéziratot behasonlítottam, ahogy láthatják, nem tudom, ott fönt, ugye, nem lehet elolvasni. Az első az én számozásom. A másodikban, hogy melyik lapszámom van, a harmadik oszlopban odaírtam, hogy szúdinál megtalálható-e. Azaz, két komoly kézirat kiadással hasonlítottam össze, az elején azért soroltam ezeket föl, Szúdinál, hol található meg, illetve a Hanlerinek a sokkal modernebb kiadásában, hol található meg. Revicki melyikhez írja oda a lapszélén azt, hogy ez Revicki ilyen és ilyen lapszám, és néhány, két vagy három helyen William Jones nevei szerepel, mégpedig a Hisztárdő ság, tehát az, az a a William Jones-féle kiadás, amelyikben Hafiz vers előfordul. Az, az utolsó előtti rubrikába beírtam a rímbetűt, erre majd fogok rátérni, és néhány megjegyzést, ami a kéziratnak az olvasása közben hát föltűnt, vagy megjegyezni érdemesnek tartottam. Hozzáteszem, 540 ilyen sor van, tehát ez bizony elég nagy munka, tehát amikor az Ilona könyvtárba, a könyvtáros panonhalmán sürgeti ennek a megjelenését, akkor mindig azt mondom, már az 540-nel kész vagyok. Tehát, hogy beazonosítottam, hogy ez a kézirat hol áll? Mi van benne a két nagy kézirat kiadóval összehasonlításba, és mi nincs? Ugye? A hiány is egy adat. Ebben a versek száma, ezt csak röviden mondom el, ugye Gázál 481, érdekes módon egy szádi is szerepel közötte. A Margón hat van, majd ilyet be fogok mutatni, hogy a Margóra is írnak Háfiz verseket, Két variáció is, szövegvariáció is a Margón szerepel. Ezen kívül egy mesznevi, 29 rubái, és így a versek a főszövegben 512, a margóval együtt 520 plusz két variáció és egy szádi. Tehát ez a 400 és a 600-700 verset tartalmazó kéziratok között egy közép mennyiségnek tekinthető. Itt csináltam egy olyan összeállítást, ami akik tanultak nálam, vagy ismernek, tudják, hogy a rím nekem valamiért kedvenc területem. Hogy a rím mit árul el a szöveg minőségéről. Ezt próbáltam itt is bemutatni. Végig néztem, hogy melyik, az ABC melyik betűjének a rímei a leg, gyakrabban előforduló rímek. És egy nagyon érdekes adat jött ki, sajnos nem fogják látni ezt pontosan, itt középen, középen van, ugye az eredetibe pirossal vannak, nem látják azt, középen vannak az úgynevezett emfatikus, az a perzsa ABC-nek az arabból átvett emfatikus hangjai, vagy betűi, így is mondhatom tehát az, az szadta zal. Eind, És itt, ha a legszélső oszlopot nézik, itt, itt vannak a margóra írt versek. Tehát ezek az eredeti gyűjteményben nem voltak benne, és ezen nem kell csodálkozni, hiszen ezekre az enfatikus betűkre vagy hangokra, mind a kettőt mondhatjuk, végződő rímek nem tartoznak a klasszikus korpushoz. Ezek mind valószínűleg későbbi betoldások. Tehát ezt értem az alatt, hogy a rímeknek a vizsgálata nagyon komoly ablakot nyit a szövegnek a minőségére itt bemutatok, hogy lássanak egy ilyet, hogy az ember mivel foglalkozik hajnalban vagy késő este, főként hajnalban, hogy jól lehessen olvasni. Ugye itt, ha látják, talán maguk látják, hogy ta, itt ez itt, ez tara végződik, itt lett, ez az ainos sor ta, és itt lent a zal. Tehát ezek utólag lettek hozzáírva a korpuszhoz. A Margon azonban nem csak kézzel írt, a kéziratból kimaradt és potlólag odaírt versek vannak, hanem szövegjavítások is, ebből szeretnék egy érdekeset bemutatni. Itt egész alul, csak azt látják, hogy alul oda van a piros kereten kívül valami írva. Ugye, a, a, akik aki olvasnak, tudják, ez a Hafiztam Medar, ugye, alatta oda van írva, hogy Háfiztem csemidari. Ugye? Nem is illik bele egyébként a prozódiai sorba, de odaírja, és a Halleri kiadásában három olyan kézirat is van, amelyikben ez van benne. Tehát az, azért érdekes ez, mert az a, az a másoló, aki ezt a Háfiz kéziratot másolta, valószínű összevetette más kéziratokkal is, és od, időnként odaírta a megjegyzéseit. Odaírta azt is, amikor egy hiba volt, például a derja szóból a der kimaradt, és szépen fölé írta, az bele a szövegbe a der. Tehát egy akribeljára, egy filológiai gondosságra utalt a kézirat előállítása. Itt ez volt az előző. Most viszont át kell térnem a másik, a másik témára, ugye, mert lejár az időm. Revicki sokunk számára ismert, különösen ugye a mi köreinkbe. Tehát Revicki volt az, aki először Európában, 1771-ben kiadta Háfiznak 15, illetve 16 gazáját. Ez a címlapja, nincs rajta a neve, sajnálatos módon, egy nagyon komoly bevezetővel és rendkívül részletes kommentárral. Ezeknek a mind a bevezetőnek, mind a kommentárnak az adatai szúdiból származnak. Ez nem szégyen, tudnélék van később, van olyan, aki ezt kvázi lebecsülendőnek tartja. Én nagyon értékesnek tartom, hogy Revicki milyen jól ismerte ezt az irodalmat, valószínűleg Bécsbe. És nagyon hamar ez lett a Európában a Hafiz kiadásoknak a, a, legfontosabb forrása. Sajnos nincsen róla ö, még mindig ö, jó kiadás, az okát is rögtön megmondom, a fordítások latinul vannak, méghozzá egy nagyon nehéz barokkos latinsággal. Tehát ember legyen a talpán, aki ismeri a szúdiféle forrást, a perzsa forrást, és hozzá Revickinek a latin fordítását, és ebből tud csinálni egy értékelő bemutatást, véleményem szerint ez nagyon megérdemli. Revicki ezt nagyon megérdemli. Ide teszem csak ezt a két másikat. Ugye azonnal pár évre rá megjelenik Londonban is, majd németül is. Ugye elsősorban a német fordítás lenne számunkra érdekes, hogy hogyan fordították le ezt a verset, hogy hogyan vált ismerté. Itt rögtön hozzá kell tennem, hogy ez nekünk egy adóságunk is, Revickinek ez a bemutatása, hiszen ugye vagy 40-50 évig olvastam Háfi szöveget és az alapkönyvünk Arbörének, az 50 gazáljának a kiadása, amelyiknek az első mondata az, hogy Európában háfi William Jones ismertette meg. Hát ilyenkor csak nyelünk mi magyarok, hogy miért nem tud ő a Revickiről, hiszen van angol fordítása, és bizonyos sokan ismerték is. Revicki az életi rajza szerint, amelyből, amely nem teljes, még sok homály van benne, de ő is a Bécsi úgynevezett orientális akadémián tanult minden bizonyal, perzsául és egyéb keleti nyelveket. Úgyhogy erről szeretnék most néhány szőt mondani. Egy kitűnő jó könyv jelent meg 1839-ben, ugye ennek az akadémiának az alapításáról, a további életéről és a jelenlegi berendezéséről, ahogy mondja nekünk ez a Weiss Starkenfels szerzőnk. Tehát például az is van benne, hogyan tanulnak, mibe kerül, milyen az ellátásuk, milyen vizsgakövetelmények vannak, stb. De mást is elmond nekünk ez a könyv, ez az Orientális Akadémiról. Ugye Mária Terézia alapította, híres kancellária, a Vencel von Kaunitz kancellár javaslatára, és ami nagyon fontos, hogy a nagy állami hivatalokkal együtt hozta létre az orientális akadémit, természetesen itt a porta állott horizontjukon, hogy a portával való együttműködéshez kineveljenek még mégpedig nyelvet tudó diplomatákat. Ugye itt két igazgatót szeretnék kiemelni. Az az első volt, ez jezsuiták, hozzáteszem, ez a Páter József Franz, de a második már a Páter Johann von Gott Nekrep, ő Nekrep János, dégi címzetes apát, minden bizonyal az Egri Egyház megyéből származik, de ezt még meg kell néznem valamilyen levéltári forrásba. Viszont a következő az nagyon érdekes lesz, vissza utalok arra, amikor azt mondtam, hogy a déri neve fölött ott fekete tussal ki van húzva a név. A szádiba is, és a Háfiz kéziratba is. Hát ez bizony a Franciscus Hök nevű igazgatónak a neve. Ez a Hök volt az, aki a leghíresebb professzora volt az akadémiának. Ő hozta létre a könyvtárat, a hatalmas gyűjteményt, látják, nagyon sokáig, több mint 40 évig volt az igazgatója, és amikor meghalt, a sírján áll a gyászbeszédet Huszár Bálint tartotta. Így van benne, van olyan is, hogy Valentin Huszár, de a következő sorban az van, hogy Huszár Bálint tartotta a gyászbeszédet. Ez mind a számtalan magyar vonatkozására utal ennek az orientális akadéminak Bécsben. Az 50. évforduló, 1804, akkor még a, a hök, franc hök az igazgató, nagy ö, ünnepséget tartottak, versek, színdarab, ö, megemlékezések, még török vendégük is volt. És ennek a szövegét a nagyváradi, Vajlászló Báró adta ki. Német és latin fordítással nagyváradod. Tehát ez is egy nagyon érdekes vonatkozása. Utoljára szeretnék röviden, bár ez lenne a legérdekesebb, a possesszorok. Possessor az, aki az előzék lapon hátul, tehát nem magába a szövegbe beírja a nevét. Most már kettőt említettem, ugye első helyen ezt a Karl Wilhelm von Ludolf, osztrák diplomatát és orientalistát, a franc hök igazgatót, akit hát elég csúnyán elbántak vele, hiszen mindkét kéziratból fekete tussal kikuszták a nevét, a Hafizból lehet elolvasni, hogy ez ő, és a Dőri Antal, aki a piros a Dőri név a piros betűs beírás, aki valószínűleg egy jobbaházi, dőri családból származik. Egy sprachknabe volt, így hívták azokat a csajglingokat, akik az akadémián tanulók voltak. Fazekas István levéltáros volt olyan kedves, hogy ezeket az adatokat a rendelkezésemre bocsátotta. Tehát, hogy 1795-ben az akadémia hallgatója, és egy igazolást is talált 1803-ban, hogy mint Sprachnabe a Konstantinápolyi internunciatúrába osztották be, tolmácsként évi 600 forintos fizetéssel. Tehát ez a dőri az, aki mindkét kéziratra, pirossal a korábbiakat kihúzva volt a tulajdonos ennek a kéziratnak. Van ott még egy név, egy Kondrá Tertina, őt még nem találtam meg, de van egy Tertina egyébként. Most elugrom az utolsó possessorhoz, aki nem possessor, ugye, bár hogy szerettük volna, hogy az lezen, Kazincinak a bejegyzéséhez kazinci egy kis könyvecskéje van, amit Panonhalmán őriznek, és hasonmásba ki is adták. Kazinci valószínűleg utolsó útja, 1831. áprilisában, amikor is ugye, elindult a Dunai gőzhajózás, az első Ferenc nevű gőzhajón, föl pöfögött ezzel a hajóval Gönnyűig, és leírja rendkívül érzékletesen és humorosan az úti társait és az út, útját. Gönnyűnél kiszáll, egy kocsival bemegy a Győri Bencésekhez, ott eltölt pár napot, majd onnan átviszik Pannonhalmára Guzmics Id Izidorhoz, aki nagyon jó barátja volt, ugye később az akadémia tagja, és egy évvel később a Konybéli apát. És Pannonhalmáról sokat ír. Ez van ott, de fölolvasom, mert nem fogják tudni elolvasni onnan, mert túl kicsi a betűk. Ugye leírja Panon a könyvtárat, sok mindent leír, de hát a könyvtárat is. A monostor nevezetességeit, ahogy ő mondja. A homonnai születésű könyvtárnok Kolomannus pedig a bibliotékát láttatá velem, és ez reggel olta délig egész öllel hordozgatván előmbe inkunábuláit, az az nyomtatványait, és a sok bibliát, és arab kéziratokat, nevezetesen egy török sikárlott papírosra írottat, melyre az előbbi birtokosa egyes, ezt jegyezte, Le el Le Bustan de Sadi, Rosarium, Muslihad, szádi, egy más kéziratban áll Háfiznak egy ódája is perzsa nyelven. Tehát Kazinci 1831-es áprilisi látogatásánál látta ezt a kést kéziratot, a könyvtáros elébe hozta, hozzáteszem pár hónappal később halt meg Kazinci. Ezzel zárom rávaló emlékezéssel ezt a bemutatót, és Hozzáteszem, hogy nagyon sok tennivalónk lenne még. Elsősorban, ugye, hogy a Revicki fordítás a magyar irodalomra a 19. század első felében milyen hatással volt. Köszönöm szépen. A legfontosabb szerző több mint 500 kéziratban maradt fenn ezekről ezek nincsenek összevetve a koruk, ö, se gyakran a koruk, se nyilvánvaló, nem, hogy a rokoni viszonyaik, ez, ez izgalommal és félelemmel is tölt el, hogy vajon mi rejlik ezekben, és mennyire, mennyire, volt más a középkori háfész szöveg, vagy az eredeti háfész szöveg akár, mint az, amit a ma, ma kiadásokban olvasunk. Tehát ez, ez lenne a számomra tan, tan a, a erre lennék kíváncsi, hogy ez a pannonhal mennyi, mennyiben üt el a mostani kiadásoktól, hogy vannak-e nagy, nagy eltérések a, 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 a szövegben. Ugye a számokra visszatérve, Julie Mejszámi ír 500-at, ez egy nagyon alábecsült szám, de ő is azt mondja, hogy ennek két szoros, vagy ezret talán, ennek két szorosa lehetséges. Az 500, a 500 valahány, ugye ebben a bizonyos iráni katalógusban van, de ebbe csak azok vannak benne, ami nekik megvan, vagy neki, ők mikrofilmen megszerezték. A megszerzés az többnyire, ahogy látom, ugye a Címekből, indiai litográfiák, és főként anatóliai területekről. De ezen kívül tudjuk jól, hogy Párizs, London, tehát Bécs, nagy könyvtárakban vannak háfisz kéziratok, ezek nincsenek bedolgozva. Hozzáteszem, hogy ismerjük a három legrége, ma legrégebbi datált kéziratnak megvan a kiadása. Akármi erről, ami filológusi véleményünk, de ezek összehasonlításul fölhasználhatóak, és úgy látom nem várható az, hogy itt a szövegekben nagy változás történik. A, szöve, a gazalok számába lehet változás, hogy melyek azok, amelyek későbbi betoldások. Ezért mutattam ezt a rím példát, hogy olyan rímek, amelyek a klasszikus hagyományban nem voltak rímképző betűk, hogy így mondjam. Tehát ott el lehetne indulni azon, hogy ezek valóban autentikusak vagy nem. Hozzáteszem, hogy az omárhajám, ugye ma is vitatott téma. Zsukovszki egy kiváló orosz orientalista a 19. században, nagyon nagyra tartom mint nyelvészt, és ő írt arról, hogy a vándorló négy sorosok. És a végén azt mondja, nem, nem tudjuk mert négy sorból nem lehet kideríteni, hogy melyik az eredeti és melyik nem. Egy jól ismert formakészlet, metaforakészlet, fordulatok, stb. nem lehet kideríteni. Mindenki, aki leül egy perzsa konviviumba, öt perc múlva a Hafiz négy sorosokat énekelnek, dalolnak, és ők találják ki. Tehát most nem azt mondom, hogy ezek mind hamisítványok, de jelen pillanatban nyelvészeti szövegkritikai eszközzel, például az hajám kézi rubáikat nem tudjuk, az utólag való betoldásokat nem tudjuk leválasztani. A Háfiz az sokkal nehezebb egyébként, tehát ez kifejezetten egy tudós verselés, gyönyörű nyelven. Ugye, én kaptam egy olyan kérdést, ugye, amire nem válaszoltam elég kimerítően az előzetesben, nem most, hanem az e-mailbe kaptam egy kérdést, hogy mi a véleme arról, hogy Háfiz miért olyan népszerű, hogy polókon, folk a folk zenébe, stb. előfordul és jósolnak belőle. Vajon így szánta őket erre? adtam egy elég lakonikus választ, hogy nem hiszem, hogy bármelyik költő így írna a verset, hogy abból valaha jósolni fognak. A jóslásnak az oka más lehet. Egyrészt a vers iránti hatalmas tisztelet és presztízs, ami Iránban mai napig is megvan. Másrészt Háfiznak, és erről soha senki nem írt, de én most erről is szeretnék majd ebben a kiadásban írni, egy rendkívül folyékony, gyönyörű, a klasszicitást, a korabeli beszélt nyelvvel ötvöző stílusba ír. Tehát amikor fölolva fölütik a háfiszt és rámutatnak, és azt hiszik, hogy az jóslás, az egyrészt a fülükbe egy ma is érthető, gyönyörű nyelven van írva. A másik oka az lehet, hogy a háfiz versek, ez a műfaj sajátságaiból adódik, a pár versek elég lazán kapcsolódnak össze, én tagadom azt, hogy mindegyik lazán kapcsolódik, össze, de sok, nincs közöttük sokszor jelentéstani tartalmi kapcsolat, ezért is van, hogy a versek sorrendjében sok a változás. Tehát ezek önmagukban is, ha rábökök valamire, ad valami olyan választ, amit át lehet fordítani a napi problémákra, illetve a jövőbe látásnak az eszköze lehet. Ez most a válaszom akkor erre a kérdésre.